Szóval akkor bemutatkoznék még egyszer, hogyha nem probléma. Fodoros Faja vagyok, moderátor, és a társam Sóki Bernadett. A vendégeink pedig Szél Adrián, a Palantír Film Alapítványnak a projektvezetője, vagy igen, bocsánat, beszéltük a. Illetve Füredi Zoltán, na ez hosszú lesz, a rendező, operatőr, a Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány elnöke, és a Dialektus Fesztivál alapító igazgatója. Kezded a beszélgetés? Igen. Hát nekem ilyen indító kérdésként, hogy megindítsuk a beszélgetést, és szeretném megkérdezni, hogy milyen érzelmeket váltott ki belőletek az a három film? Az én érzelmeim következnek. Kicsit próbálok váltani a kávéfőzés, meg a projektológia, meg ilyenekből. Milyen érzelme? Hát az első kettőhöz van közünk. Az elsőt azt mi választottuk ki, amikor meghirdettük itt Európa szerte, hogy a filmgyűjteményünket szeretnénk bővíteni, és várunk olyan dokumentumfilmeket, amik bevándorlók integrációjával foglalkozunk, és valamiféle szerzői filmek legyenek, művészi színvonalat hozzanak, tehát nem valamilyen propagandafilmek, vagy ismeretterjesztő filmek. Úgyhogy így került hozzánk az első film, az Iszkertje. A másodikat, a Lilit, ugye azt mi gyártottuk, amihez hát így hosszasan és sokszor volt közünk, ugyanakkor meg mégsem, mert hogy kezdettől fogva ismertük ezt a történetet, illetve a Nórának és az Istinek a Lilivel való viszonyát, ők már elkezdték ezt a filmet forgatni akkor, amikor mi megismerkedtünk ezzel a sztorival, és hát mi ezt időről időre követtük, hogy hogyan fejlődik az ő kapcsolatuk, illetve milyen irányba fordul a film. Ők részt vettek a workshopunkon, ez volt az Idegenek a kertemben, nem minden Idegenek a kertemben, az Aziz kertje és Aziz kertje lett volt az eredeti címe, nem ez, nem mindegy, tehát nagyon szeretjük a kerteket. De lényeg, hogy az Idegenek a kertemben workshop, az pedig arról szólt, hogy dokumentumfilmterveket próbáltunk fejleszteni, tehát integrációval foglalkozó dokumentumfilmterveket fejlesztettünk, és ebből nőtte így ki magát ez a film. Mi ennek sokféle változatával találkoztunk, sokféle stádiumában láttuk, úgyhogy mi mindig valamihez képest szeretjük, vagy én legalábbis mindig valamihez képest szeretem ezt a filmet, meg valamihez képest nem. Általában a vágók azt mondják, amikor egy filmben ülnek egy rendezővel a vágóasztalnál, hogy ami nincs a filmben, az nem hiányzik, mert ugye nem ismeri a közönség. Mi viszont egy csomó mindent ismerünk, amit ti nem, mert nem láttátok ezeket a musztereket. Úgyhogy ezért nekünk így szerint, vagy nekem legalábbis így nehezebb a Liliről, vagy hát ilyen jellegűek az érzelmek, ilyen vegyesek a Lilivel kapcsolatban. Ez az utolsó film, ez engem meg kell, hogy mondjam, hogy így lenyűgöző. Tehát az eleje az egy kicsikét bántott, hogy most mi is lesz, meg hogy is lesz, de aztán nagyon belemelegedtem, és nagyon megszerettem ezt a társaságot. De ez az a típusú film, nem tudom ki, hogy van vele, amit volt egy időszakban, nem is tudom, nagyon régen a tévében egy ilyen híradó plusz, vagy én nem is tudom, hogy mi volt, amikor különböző, tehát a világnak a különböző ilyen helyeiről amiket így a, mit tudom én, ilyen iradós tudósításokhoz felvettek anyagokat, azokat így vágatlanul így játszották, így mentek ezek az anyagok, és mindenféle kommentál és vágás nélkül, én ezeket nagyon sokáig tudtam volna nézni, de hát ez behatárolt volt, eltemélyen 5-6 percig lehetett nézni. Ez számomra olyan, amit én bármeddig elnézek. A két első film az ugye a gyűjteményből származik, és így mivel nagyon sok időt töltök a gyűjteményen, ezért így ilyen otthonosság érzetet ad, vagy... Tehát, hogy így én is kívülről-belülről ismerem mind a két filmet. A harmadik film viszont számomra is egy
érdekes utazás volt. Így, én nem most láttam ezt először, de így Anditól kaptam pár héttel ezelőtt, és nagyon sok migrációs témájú filmet szoktam nézni, és nagyon sokféleképpen lehet ezeket a témákat megfogni, és ennek a filmnek a módszere az hozzám is kifejezetten közel áll. A tempója, a képi világa, az a fajta hozzáállása a szereplőkhöz, ahogy a rendező viszonyul hozzájuk. Tehát, hogy nekem is nagyon, nagyon tetszett. Ha már itt tartunk ugye a gyűjteménynél, azt szerintem nem ártana mindenkinek elmondani, hogy pontosan miről van szó, úgyhogy mi is ez a gyűjtemény, meg mi célból jött létre gyakorlatilag, meg hogy mi ennek a haszna így számunkra, és meg minden jobb tudnátok pár szót mondani, addig esetleg nagyon bóló lesz. Lehet rövidebben vagy hosszabban. Így a keletkezéséről Zoli tudna mesélni részletesebben. Ő 2009 óta létezik ez a gyűjtemény. Kezdetben 34 filmet tartalmazott, és most bővült 43-ra, tehát a mai száma a gyűjteménynek az 43 dokumentumfilm, migrációs témájú, mind európai, mind pedig magyar gyártású filmeket tartalmaz. A célcsoportja eredetileg a középiskolai pedagógusok, és a gyűjtemény eredeti vagy legfőbb célja az, hogy az oktatásban használják ezeket a filmeket. Ezen túl nagyon-nagyon sok helyen és sok területen lehet használni még a filmeket. Akarsz? Így a keletkezésről jön. Honnan jött az ötlet? Hát mindig is az volt az elképzelésünk, hogy a dokumentumfilmek azon túl, hogy izgalmasak, meg nem tudom. Tehát hogy általában foglalkozunk a filmekkel, vagy ahogy általában foglalkozunk a filmekről, azon kívül még ezek kifejezetten hasznosíthatóak lennének oktatásban. Az egész ott kezdődik egyébként, hogy én a kulturális antropológia szakra jártam itt Pesten, aminek Bognár Lajos volt a tanszékvezetője, és Bognár tanár úr, hát ő gyakorló filmes volt, tehát hogy egy csomó néprajzi filmet készített egyrészt itt Magyarországon, aztán a későbbiekben pedig elsősorban Brazíliában, Francia Guyanában, tehát ezekben a területeken, ahol ő kutatott. És ő nagy hangsúlyt fektetett az antropológián a filmnek az oktatására. A filmet pedig kétféleképpen használtuk, egyrészt mint a saját terepmunkáinkon valamiféle jegyzetelésként, valamiféle jegyzőkönyv készítésként, vagy akár valamilyen interpretációs eszközként, amit mi magunk tudtunk alkalmazni, vagy próbáltunk alkalmazni. Másrészt pedig az órákat, azokat kifejezetten filmekkel támogatta meg. Úgyhogy nálunk a mozgóképnek a használata az a filmes óráknak az egy ilyen mindennapi repertoárián szerepelt, és aztán azt gondoltuk, hogy ha létrehozunk egy olyan gyűjteményt, ami jogszerűen használható, ami gondosan kiválasztott, izgalmas és jó üzeneteket hordozó filmekből áll, hogyha ezekhez készítünk vagy hozzáteszünk valamiféle ilyen módszertani segédanyagot, ami egyszerűen könnyebbé teszi a használatokat, akkor ez el fog tudni terjedni az oktatásban. Úgyhogy nagyjából itt tartunk, és hogy így ezen dolgozunk. Hát így visszatérve a három filmhez, én kíváncsi lennék, hogy szerintetek melyik film volt az, amelyik a legintenzívebben mutatta a migrációt, és hogy megfelelő módon tették ezt. Thank you.
Az, hogy mondjuk, igen, ugye erre lehessen mondjuk válaszolni, az nagy szükség van arra, hogy tisztázzuk, hogy mi az a migráció, és hogy mit értünk alatta. Ennek egy teljesen pontos definíciója az az, hogy az államhatár átlépésével történik, hosszabb tartózkodásra irányul és letelepedés szándékával. Ugye nagyon-nagyon tág és nagyon szűk értelmezései is vannak. Hogyha azt nézzük, hogy a migráció, vagy ki ez a migráns, a külföldön született állampolgár és a külföldön született és külföldi állampolgár egy adott államban. Hogyha ezt a nagyon konkrét definíciót nézzük, akkor ugye a kurd idős férfi Aziz, ő már egy hosszabb ideje Svédországban élő migráns, aki berendezkedett és van egy életstílusa és egy életvitele. Az is egyfajta ábrázolása ennek a egyfajta migráció. Lili, ő pedig abszolút így magyar állampolgárként második generációs migráns, tehát hogy ez is egy másik fajtája a migráció megjelenésének. És ugye a csoport vagy a család, akit láttunk Párizs külvárosában, ez pedig egy harmadik formája ennek a dolognak, emiatt így nagyon, nagyon érdekes és nagyon színes ez a paletta. Tehát, hogy mind a három film egy bizonyos szempontból jól mutatta meg ezt az élethelyzetet, vagy állapotot. Azon gondolom, amikor most úgy lehet kezdesz, hogy egyet mond az Adri, aztán valaki egyet ér, akár ha nem. Tehát az utolsó filmmel szerintem abban különbözik az előző kettőtől, vagy is az egyik dolgomban különbözik, hogy ez a csoport, ez valószínűleg ugyanazt az életmódot folytatja, vagy közel ugyanazt az életmódot folytatja, mint amelyiket a kibocsátó országban folytatott. Tehát valószínűleg ők eredetileg is egyfajta ilyen underclasshoz tartoztak, és ugye egy underclasshoz tartozni gazdagabb országban, ez nyilván egy magasabb életszínvonalat jelent, és talán ilyen módon értelmezhető az ő költözködésük, míg az Aziz esetében, illetve most Liliről ne beszéljünk, ugye, mert ő nem költözött se onnan sehol, csak megszületett, és mindenki látja rajta, hogy nem teljesen magyar. Őt ezzel verte meg a sors, mert hogyha mondjuk az apukája, mint ukrán lett volna, vagy nem tudom még micsoda, amerikai, akkor Liliről nem készült volna a film, nagy valószínűséggel. De az Aziz esetében más a helyzet, mert hogy Aziz valószínűleg hát ő egy más fajta polgárként élte az életét a hazájában, és úgy kerül Svédországba. Szóval szerintem ez is tehát hogy erről is el lehet gondolkodni, hogy nekem az jutott eszembe egyébként, vagy akkor jutott eszembe ez az egész, amikor néztem a tábort, és arra gondoltam, hogy mi nagyon sok ilyen filmet láttunk annak idején, amik különböző, hát ilyen egzotikus, a mi kultúránktól valamilyen egészen más kulturális mintákat követő, már inkább csak ilyen szorványban, vagy ilyen zárványokban létező ilyen kis népcsoportokat filmeznek, és akkor készül film a, mit tudom én, a pigmeusokról, meg a Yanomami indiánokról, meg a nem tudom, hogy kikről. Hát ők egyfajta ilyen külvárosi zsákmányolók, és egy ilyen egzotikus törzsot valószínűleg a város szélén. És a film is ezt a fajta nézőpontot támogatta. Tehát egész egyszerűen nem kerestünk motivációkat, nem kerestünk válaszokat, kérdéseket, hanem csak próbálta
finoman feltérképezni, egyszerűen láthatóvá tenni, bepillantást engedni abba a világba, azt a világot, abba a világba, amit egyébként nem ismerünk. Úgyhogy pont. Akkor menjünk bele jobban mondjuk kicsit az Alice kertjébe. Én nekem volt szerencsém e-mailben konzultálni Mitra Szoravénnel. Szerencsére sikeresen utalértem, és megkérdeztem, hogy neki mi volt a konkrét célja ezzel a filmmel, és hát azt a választ kaptam, hogy igazság szerint Svédországban sem sokkal jobb a helyzet, mint itthon nálunk, ugye főleg a roma bevándorlókkal, meg migránsokkal kapcsolatban. Mert úgy gondolja, meg ő úgy látta, hogy ez alatt a másfél év alatt, amit ő kint töltött így Azizzal, hogy félnek az emberek az új dolgoktól és az új emberektől, új kultúráktól gyakorlatilag. És azt szerette volna bemutatni leginkább, hogy mennyire fontos egy menedék gyakorlatilag egy teljesen külsősnek, egy teljesen idegennek egy más országban. Mit gondoltok róla, hogy ezt mennyire sikerült hangsúlyosan reprezentálni neki ezzel a filmmel, vagy más gondolatokat ébresztett inkább bennetek, mert szerintem érdekes, hogy tehát elsőre nekem nem feltétlen ez jött le, hogy őszinte legyek, tehát kicsit más irányba gondolkodtam, de tény, hogy benne van, úgyhogy mit gondoltok erről? De milyen irányba gondoltok? Hát én megragadtam annál igazság szerint, és ez lesz majd a következő, hogy a főszereplő az gyakorlatilag nem beszél, tehát nagyon minimálisat. És én ezen a vonalon indultam el inkább, tehát így az, hogy őt bemutatják, az nekem nem feltétlen az lett, hogy egy idegen ember egy idegen országban és egy menedéket láttam a kertjében, hanem egy lehetőséget inkább, meg hát kicsit másfelől. Tehát én érzelmi síkon másképp gondolkoztam. Nem tudom, hogy mennyire érthető számomra, tehát engem inkább érzelmileg fogott meg a film, azért is küldtem e-mailt gyakorlatilag, úgyhogy de így erről a témáról esetleg. Van egy gondolatom a kert mint menedék így párhuzammal, hogy van egy jelenet a táborban, amikor a tűznél ülnek és a boros téma után van egy ilyen mondata, hogy olyan kertem van otthon, hogyha hazamegyünk, megmutatom. Az is szerintem egy ilyen biztos pont, tehát hogy így ez a kettő így szerintem találkozik ezen a ponton. Csak ez jutott eszembe. Még az, hogy ez a körülhatárolt terület, és hogy az élettér gyakorlatilag leválasztása egy nagyobb térből, vagy kihasítása egy kerítéssel, amit mondjuk akár ilyen magántulajdonként is apostrofál mondjuk a társadalom, hogy ez is egy olyan biztonságot nyújt sok ember számára, vagy legalábbis mondjuk az európai társadalmakban ez egy egyértelmű jelzés arra, hogy ide ne lépjen be idegen, hogy szerintem ez is vagy erősíti ezt a párhuzamot a menedék és a kert között. Csak erre reflektálva annyit, hogy Aziz viszont ugye pont azt mondja, meg azt a nyilatkozatot kapjuk, hogy a föld svédországi, tehát ami benne terem, az meg mindenki. Tehát ezt a körülhatárolt, de mégsem dolgot. Tehát nyilván egy végtelenül bölcs ember volt, legalábbis én így gondolom, a bácsi gyakorlatilag elmond 90, nekem is lenyugosztalja. De egyébként nem tudom, tehát ez a körülhatárolt dolog, ez egyébként tényleg, tehát a kert metafora, tehát ez nagyon sok irodalmi alkotásban is ugye megjelenik, de mégis van egy ilyen, tehát egy ellentét valamilyen szinten azzal, amit tesz, hogy elajándékozza a benne tervű dolgokat, meg azt mondja, hogy a föld mindenki. Jó. Az, hogy ő elajándékozza ezeket, szerintem ez egy olyan gesztus, amikor így kinyúl a kerítésen. Tehát, hogy odaadja ezeket a zöldségeket, hogy akkor teszi ezt meg, amikor ő szeretné, de mégsem akkor lépnek be, amikor mások akarnak. Tehát, hogy szerintem itt is van egy ilyen határ. Ő időnként kilép, de mások nem lépnek be időnként. Igen.
így Ozzyról nekem elgondolkodtam azon, hogy milyen lehetett volna az élete, hogyha nem Svédországban, hanem például Magyarországon köt ki, és ott ilyen úgy gondoltok, hogy itt mégis milyen élete lehetett volna. Most megfogul, de első, de nem tudok elválaszolni. Szerintem mondjuk ez egy ilyen kicsit másféle megközelítés, de nem véletlenül Svédországban kötött ki. Tehát, hogy mondjuk arányaiban nézve Magyarországon így a migrációs arány nagyon kicsi. Azért, mert nem régóta célország Magyarország, és nem célország valójában. Tehát azért nehéz, tehát mondjuk jó, akkor ennél a szempontnál maradva, Svédországban a körülmények teljesen mások, mint Magyarországon, és más egy migráns élete. És én úgyhogy mondjuk elképzelném, hogy élne itt, pont ezzel ellentétben, amit most mondtam, azt gondolom, hogy nem sokban különböznek. Tehát, hogy mondjuk az igényeit és az életvitelét tekintve olyan vágyai, vagy olyan dolgokat csinált, amit szerintem itt is el tud érni, vagy el tudott volna érni. Tehát, hogy így ebből a szempontból szerintem így nem lenne nagy különbség, lehet, hogy benne az ő közérzete teljesen más lenne, vagy a többségi társadalom megítélése. Igen, hogy a társadalom, hogy a magyar társadalom, hogy szerintetek a itt lévő migránsokkal vagy kisebbségekkel szerintetek, hogy változik-e a elfogadás, és hogy milyen szinten van most? Hát, hogy itt te. Hát, a magyarok így a pirézeket sem fogadnák be, most ez jutott eszembe. Tehát, hogy alapvetően mondjuk ilyen mindenféle közvéleménykutatás és tanulmány azt mondja, hogy a magyar ember az nem szereti az idegeneket. Tehát, hogy ennek vannak mutatói, statisztikái, mindenféle tanulmány készült erről. Ez viszont lokálisan is eltérő, tehát mondjuk Budapesten koncentrálódik a migráns populáció nagy része, akik Magyarországon élnek, és teljesen más mondjuk a vidéken a migráns személyek megítélése és Budapesten. És szerintem Budapesten sokkal közvetlenebb ugye a kapcsolat, emiatt így nyitottabb a társadalom a migránsok felé. De nem, tehát hogy ezt is azt mondom. Akkor próbáljuk meg úgy, hogy a többség-kisebbség viszonya, hogy ezekben a filmekben kifejezetten, hogy miként jelenik meg. Ugye adva van ugye az egyik filmnél a rendezőnő Mitra, aki maga is ugye valamilyen szinten migráns, tehát ő is ugye ebbe a kalapba tartozik, és hát azért Bizsan tulajdonképpen ő is, tehát hogy mit tudtok erről meg. Hát a Lilivel kapcsolatban ugye talán abból többet tudtok, de hogy ez a kisebbség-többség viszonyának ez a párhuzam, ez hogyan jelenik meg? Nem tudom erre mit mondjak. Nem bírok igazából ilyen dimenziókban gondolkodni, kisebbség, többség viszonyát. Tehát, hogy ami engem elsősorban foglalkoztat ezekkel a filmekkel kapcsolatban, az elsősorban hát a beszédmód, ami mindig a filmrendezőnek a beszédmódja, de egyébként a filmezetteknek is a beszédmódja, hiszen ők is valamilyen szinten döntöttek arra, hogy ilyen módon beszélnek saját magukról, vagy engedik, hogy ilyen módon beszélnek saját magukról, amiben persze aztán vagy kompetensek, vagy nem, vagy
valóban tudtak dönteni, és tudták, hogy mi lesz abból, amikor odáll egy kamera, és mi lesz, amivel Vászlón megjelenik, hogy a kettő között mi történik, vagy erről nem volt fogalmuk, és akkor mindezt a rendezőre bíztek, és ez a rendező felelőssége lett. Most sok inkább ezek a kérdések foglalkoztatnak. Egyébként ahhoz, hogy csak annyit tudok hozzászólni, amit az Addi mondott, hogy hát ezek valóban mindenféle kutatások meg statisztikák, de hála jó Isten a filmek, és szerintem a jó filmek, vagy szerzői filmek, azok nem kutatások és statisztikákra támaszkodnak, hanem személyes találkozásokra, és ezeknek a személyes találkozásoknak a történeteit tárják elénk, és ezáltal egészen más információkat és üzeneteket tudnak hordozni, mint a mindenféle kutatások és a különböző ezekre alapozott, hát ilyen sommás ítéletek, vagy az azokból kreált szlogenek. Úgyhogy, hogy ezért, én most ezért akár így el is mondhat, vagy el is mondtam kb. Miért szeretem a filmeket, vagy a dokumentumfilmeket, de valójában ezért szeretem ezeket is. Itt az Izzról a világon semmit nem tudom, meg fogalmunk sincs, hogy kicsoda. Könnyen lehet, hogy nem is kurd, hanem jó Isten tudja, hogy ki. Azt tudjuk, hogy a Mitra mit gondol róla. Szóval általában egy idegenről, tehát egy idegennek kb. Így találkozunk, hogy átkozunk a kerítésen, és akkor látjuk, hogy vagy másik teraszra, és akkor látjuk, hogy ki ül, ott nézi a tévét, vagy cigizik, vagy tereget, vagy beszegszik, vagy alszik, vagy valamit csinál a háztön túloldán, vagy velünk szemben lévő lakásban. Mikor kapcsolja el a lámpát este, mikor megy ki az ajtón, milyen kocsiba ül be. Szóval ilyen módon találkozunk az idegenekkel, nagyon kevés az olyan jellegű találkozás, amikor valóban valamiben együttműködünk, együtt dolgozunk, és azon keresztül ismerjük meg. Az a rettentő nagy különbség, hogy általában ezt a saját sztereotípiaink és a saját világról alkotott képünk, a saját frusztrációink, vágyaink, ilyeneket vetítünk bele általában a másik emberbe. Ugye minél ismertebb a másik ember, annál inkább ez a sztereotípiákra támaszkodik, mit hallottunk, vagy mit láttunk valahol. És az a nagyon nagy különbség, hogy a Mitra ő saját maga is bevándorló. Tehát az ő gondolatai a világról, az, ahogyan ebben ő közlekedik, ahogy érzi magát, ahogy percepiálja a körülötte lévő valóságot, az egy másfajta megközelítést eredményez, mint hogyha én filmezgetném a szomszédomat, és ez egy nagyon nagy csavar a filmben, és rettenetesen érdekes, hiszen én számomra, és egyébként én ezt nem szeretem ezt a filmet, az Aziszt. Ezt kikapcsolom. Számomra a legikonikusabb, hát ilyen képe a filmnek, amikor kora tavasszal megjelenik Aziz, és igazából egyetlen ilyen feszített totál képben, semmi más nem történt, vannak a kertek, és Aziz száll egyenesen, áll és néz előre. Mert hogy számomra, hogy ott jelenik meg a legjobban, és abban a pillanatban a legalkalmasabb arra, hogy itt van egy ember, vagy egy objektum gyakorlatilag a kép közepén. Tudjuk, hogy róla szól, tudjuk, hogy ő lesz a főszereplő, mert ő ott van középen, de egyébként nem tudunk róla csak is azt, amit elmond a Mitra. És onnantól kezdve minden arról szól, amit ő belévetít. Úgyhogy számomra ezért nagyon-nagyon érdekes ez a film. Nem is tudom, miről beszéltünk? A kisebbség többség. Igen? Nem csak annyi, hogy a fontosuk ennél akkor is. Nem, csak hát, hogyha már így belementünk, akkor a rendezői megnyilvánulásokról is beszélhetünk, meg a résztvevő dokumentumfilmről, ugye ez. Tehát
hogy mi ennek a célja, szerepe, ugye, hogy megnyilatkoznak benne gyakorlatilag, ez helyes volt, nem tudom. Ugye, hát itt is ugye, hogy végig Mitra kommentálja az egészet ugye az esetében, a tábornál ugye kap egy tál ételt, a rendező is azt, hogy megköszöni, tehát ezek azért mind befolyásolják így a dokumentumfilmet, nem? Vagy? Hát de nem köszöni meg az az íz, mit ha mondja azt, hogy megköszöni, tehát hogy semmit nem tudjuk. Nem, köszöni meg az ételt. Mit? Az ételt köszönöm meg Pizsa. Ja, bocsánat, azt hittem, hogy a herring partin köszöni meg, mert még ott sem köszöni meg, hanem ott is csak... Ja, hogy a kamera mögül köszöni meg. Hát ez egy egészen más viszony persze. Hát az ő viszonya az sok szempontból teljesen az ellentéte a Mitráinak. Tehát ő egy ilyen nagyon nagyra nyitott, kvázi hajszemmel, egészen széles látó szögű optikával ül le, lehetőleg egy olyan pozícióban, amivel minden nagyobb teret át tud fogni, és próbálja befogadni a látványt. Egyébként számomra igazából ott kezdett hát így felizgatni a film, amikor az asszonyok elkezdtek söpörgetni, ott a tudom, 5. vagy 6. percben. Amikor az asszonyok elkezdtek söpörgetni, és bejött egy, nem tudom, valami ilyen számítógépes, kommandós játékból szabadult figura jelmezében egy srác, egy ilyen diszkmennel, és ott tett vett, akkor itt láttam, hogy most azért lehet, hogy most valami fog történni, és nagyon reméltem, hogy nem fog kizökkenni ebből az operatőr, ebből a, hát egy kicsit ilyen légy a falon perspektívából, és egy pillanatra megijedtem, amikor a srácnak vágták a haját, azt hiszem, ugye volt egy olyan, és akkor egyszer csak a totál helyet adott egy ilyen szembe viszonylag középgép, akkor megijedtem, hogy itt a vége, és elszúrja az egész, de nem így történt, hála jó Istennek. Ugyanakkor, tehát ez a fajta, ez azért egyfajta távolságtartás, így az elején még, egészen addig, ameddig ez nem válik koncepcióvá, tehát ameddig nem érzed azt, hogy ez nem véletlen, és nem azért vagyunk egy picit távolabb, mert nem merünk oda menni, mert nem szeretnek minket, mert rejtőzködni akarunk, vagy mit tudom, egyéb szendékaink vannak, hanem egész egyszerűen azért, mert most ezt a pozíciót választottuk magunknak, és ezt a pozíciónkat fogadták el a szereplők is. Úgyhogy egyrészt ennek a következetesség, ami nagyon-nagyon erősít, megerősít minket abban, hogy higgyünk a filmezők és a filmezettek közötti viszony tisztaságában és hitelességében, és erre már csak rátesz igazából rátesznek ezek az apró gesztusok, amikor megkínálják a szereplőt. Egyébként a Bognár Lajos mesél, vagy hát sose felejtem, amikor jött haza Francia Guyanából, akkor elmesélte, hogy ott elég sok turista közlekedik a Maroni folyó partján, ilyen motorcsónakokon viszik a turistákat, meg vannak a kutatók, meg stb. És hogy a helyi indiánok ekképpen írják le nagyjából az idegenekkel való viszonyukat, hogy ki az, aki jön, fényképezget, elmegy, akkor van, aki jön, fényképezget, kutatgat, kérdőíveket is elmegy, és van, aki jön, fényképezget, velünk eszik, rettentő fontos, velünk eszik, és utána megy el. Hogy ezekkel a dokumentumfilmekkel kapcsolatban, hogy mit gondolsz, hogy egy rendező hogyan tudja elérni azt, hogy a felvett anyag ne tolódjon el a fikció felé? Önkontrollál. Van egy... Nekem mindig vannak egy dolgok, amikor beleszeretek, például a Bográrnak ez az előbbi története, de abban a történetben is beleszerettem, amikor először hirdettük meg a Dialektus Fesztivált, már nagyon régen, és akkor egy
egy gyártásvezető, producer barátunk, a Szederkényi Miki Miklós felhívott, és azt mondta nekem, hogy figyelj Zoli, én olvastam ezt a kiírást erről, hogy antropológiai film, meg hogy én ezt most jól értem, hogy ez arról szól, hogy amikor a szereplő bemegy egy ajtón, akkor a filmben ne jöjjön ki szemből. Elgondolkoztam erre ezzel, és akkor azt mondtam, hogy igen, tehát erre gondoltam. Tehát olyan filmeket várunk, ahol valaki nem megy be az ajtó innen, és utána szemből jön ki. És de ez tehát valójában tehát egész vicces, másrészt meg a film konkrétságáról szól, tehát a filmben konkrét képek van, konkrét jelenetek, ugye nincsenek. Ezt azért elég régóta tudjuk, hogy nincsenek ilyen elvont dolgok, hogy ugye a híres asztal, hogy nincsen általában asztal a filmen, hanem ez az asztal van, ami így néz ki, ami varrógépkában van, vagy kicsit ilyen azért karcos, nem, tehát hogy nincsenek ilyen elvont dolgok, hanem arról tudunk beszélni, ami ott van a képkockákon, és azon egyáltalán nem mindegy, hogy merről jönnek, hogy balról jönnek, és jobbra mennek el, vagy ilyenek. Ezek megvannak a film nyelvben a maga törvényszerűségei, és a maga jelentései. Úgyhogy ez rettentő fontos, de már megint elfejtettem, hogy honnan indultunk. A fikció, igen. Hát igen, körülbelül. Igen, ezt azért szedtem elő, ezt a gondolatot, mert hogy erre általánosságban tényleg csak egy ilyen választ tudok adni, hogy azt gondolom, hogy hát nem szándékunk elmenni a fikció felé, és egyébként ne legyen szándékunk szerintem, vagy lehet az a szándékunk, csak akkor utána ne próbáljuk eladni a filmünket dokumentumfilmként, hanem akkor mondjuk azt, hogy csak a mondásnak egyébként sokféle lehetősége van, tehát mondjuk azt, hogy ez most fikció, vagy ez most dokumentumfilm. A mondásnak ezek az eszközei, amikor gyakorlatilag a rendező a saját koncepcióját fedi föl, mutatja meg a néző számára, aminek tényleg egy ilyen elég kézzelfogható gesztusa ez, amit az előbb kérdeztél, hogy miért kínálgatják őt eledellel, de vannak akár finomabb jelzései is. A fontos az szerintem, hogy konzekvensek legyünk, tehát hogy ne próbáljunk hazudni. Adri egyet ért. Ha egy kicsit áttérünk a Lilire, az úgy nem tudom, talán közel is áll hozzátok. Van a filmnek egy nagyon erős intimitása a néző felé. Hogy ti, akik valamennyire részt is vetetek benne, hogy erről ti mit tudnátok mondani, egy kicsit fejtsük ki. Hát így a rendező páros elmeséléséből. Mi mondjuk ez ilyen háttér információ, de nagyon-nagyon nehezen ismerték meg Lilit. Nagyon sok időt töltöttek előtte vele, tehát hogy ahol az első képkocka elkezdődik, az előtt egy nagyon-nagyon hosszú folyamat áll. Amit még elmondtak, hogy iszonyú lassan beszél, és hogy ami most így a filmben van, az ő mesélése, az háromszor ennyire lassú. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon lassan osztotta meg a gondolatait, és hogy a film tempóján is szerintem érződik az, hogy ő is ilyen. Tehát, hogy valamennyire az ő közeli, testközeliségében szerintem így jól sikerült így átadniuk azt a fajta tempót. Csak ezt akartam mondani. Hát én az egész Lili filmből talán mondanom se kell, hogy leginkább azokat a részeket szeretem, amiket ő vett föl, tehát azok a kedvenceim, mert azt gondolom, hogy ezek a legbeszédesebbek, és azok adják a legnagyobb lehetőséget arra, hogy bele pillancsuk valami olyanba, ami nem a miénk, vagy ami... Szóval, hogy számomra a legizgalmasabb része.
egy picit itt maradva még ugye nagyon sok mediális dolog jelenik meg a filmben, ugye látjuk a, folyamatosan, hogy csetel az édesapjával, ugye, amikor együtt vannak az apukája, akkor is ugye a telefonon böngészik, vagy dolgozik, hogy ezt a fajta médiaforumon keresztüli távolságot, meg mégis egyébként, hogy úgy kötődnek hozzá, és mégis egyfajta intimitást követel magának az egész helyzet, hogy van egy pici ellentét így a számomra, ami benne feszül, hogy ezt így hogy értékelitek, meg mennyire érzékelitek. De miben van konkrétan az ellentét? Konkrétan abban, hogy intimitásként éljük meg azt, hogy az apjával is beszél, és mégsem, mert folyamatosan ugye csetelnek, ritkán találkoznak, és a tetoválás is azt mutatja, hogy közel áll nagyon a szívéhez az édesapja, ugye, de a végén meg ugye elmondja, hogy hát ő is alig ismeri, tehát itt folyamatosan, és mindeközben ugye beékelődik az, hogy tényleg így ez a tehát, hogy személytelen kommunikáció ugye egyféleképpen ez a megoldás, és mégis, hogy teszik ők személyessé. Nem tudom, mennyire értek a kérdés. Igen, van az a rész, amikor az MSN-en látjuk a beszélgetést, és van az emotikó, vagy nem tudom minek hívják, amikor egy ilyen ölelős egyik oldalról, másik oldalról, és hogy szerintem az, amikor találkoznak az autónál, az pontosan egy ugyanilyen ölelés, csak egy ilyen fizikai megjelenése, és hogy az, hogy ők nem tudnak, vagy tudnak kommunikálni, de mégsem tudnak, tehát mondjuk a nyelvi nehézségek is megvannak köztük, az egy hihetetlen távolságot teremt. Szerintem, tehát hogy most az jutott eszembe, hogy hasonlít arra, amikor magázunk valakit, és az is egy távolság, amikor, hogyha olyan tartalmat osztunk meg, ami mondjuk intim, akkor is egy távolság, és a nyelvnek ez a fajta korlátja, hogy nem tudják ugyanazt a nyelvet ugyanúgy beszélni. Ugyanakkor ez az apa lánya mind a kettőjükben nagyon erős, és szerintem ez egy tudatos kapcsolódás egymás felé. Hát az biztos, hogy nem egy nyelvet beszélnek, és nem egy kultúrán osztoznak, és a Lili, ő az ő ilyen magyar, vagy európai, vagy nem tudom, hogy milyen kultúrás hátterével érzékeli az apját, és írja le, és azt mint értékelés, ez valószínűleg a papa tekintetében megfordítva van. Számomra a legviccesebb, ami ezt fejezik ki, ugye mi is jókat rögtünk, hogy kínálom, hogy minden már furcsa, és az öregek hátrafelé mennek. Ez így jó volt hallani, és ezzel jót nevettünk. Az viszont, amikor azt mondja a Lili, hogy neki olyan furcsa volt, hogy a kínai rokonok azok nem nagyon szerették, hogyha nevükön szólították őket, hanem azt várták, hogy mindig nagybácsi legyen, meg nagynéni. És lehet, hogy ők valamilyen nem szerették a nevüket, ez így rendkívül naív. És a kultúra, tehát arról árulkodik, hogy semmilyen módon nem ismeri a kultúrát, mert hogy a rokonokat nem lehet nevén szólítani, kizárólag a rokonsági terminusokat lehet használni. Tehát valóban ezt a nagybácsi, nagynéni, stb. Semmi köze nincs ahhoz, hogy szereti a nevét, vagy nem. Úgyhogy hát ez a távolság, ez nagyon meghatározó. Egyébként persze az ember még hajlamos arról beszélni, hogy ő milyen filmet csinált volna, hogy őt mi érdekli, de az biztos, hogy engem ebben az egész történetben az érdekelt legjobban a papa, és én szeretek minden címeket adni, úgyhogy én azt magamban azt a címet adtam neki, aztán a többiek nem szerettek, vagy nem ez lett a film címe, hogy kínai az apukám. Mert hogy tehát engem ez a viszony, ez mozgatott erősen. Hát még ide, engem érdekel egyébként, hogy mit gondoltok erről a beiktatott Ágnes asszony valladáról. Hogy van-e valami, vagy inkább hagyjuk a felében?
inkább egy információ, azt azért el kell mondani erről a filmről, hogy eredetileg ők nem nem kifejezetten a Lili ilyen második generációs bevándorló identitásáról szerettek volna filmet csinálni, hanem olyan európai fiatalokról, akik ehhez az úgynevezett milyen generációhoz? Z generációhoz. Nem tudom, hogy hol tartunk, kezdődött az X-nél valamikor, most Z van. Amikor most nem tudom, hogy sokszor előről fogják kezdeni, hogy Z plusz 1, vagy nem tudom, ilyesmi lesz. De egyébként ez tényleg, mi voltunk azt hiszem az X generáció szerintem. De ez akkor jött előtte nem volt ilyen. És akkor így az, hogy mi van, mire van szó? És aztán így. Szóval, hogy az Z generációról akart a filmet csinálni, aminek az egyik fontos ilyen, hát, ami meghatározza a világhoz való viszonyukat, hogy olyan módon léteznek a társadalomban, hogy egyetlen egy csatornára, ugye? Tehát az ilyen... tehát, hogy egy rendkívül széles spektrumban kommunikálnak a bárkivel a világban, viszont nagyon szűk csatornán keresztül, és ezek ez gyakorlatilag az internet által nyújtott lehetőségek, és az is nagyon erősen, tehát az is nagyon leszűkül. És hogy ez hogyan határoz meg egy generációt, illetve hogy működik ez, nyilván egy olyan vetületben érdemes ezt megnézni, hogy a világ egymástól távoli pontján élő emberek hogyan kerülnek kapcsolatba ezen a szűk csatornán keresztül. Erről akartak ők filmet csinálni, ennek egy epizódja lett volna valójában a Lili esete, de aztán így alakult a film. De valószínűleg ez a fajta érdeklődés, ez végig megvolt bennük, hogy ettől nem távolodtak el a Nóráék. Ányos asszony volt a kérdés. Igen, ez jutott eszembe nekem, és ezért tartottam egy pillanat, hogy kell ide Ányos asszony. Ez egy erős, megmagyarázom, hogy miért kezdtem ezzel, mert hogy ez egy nagyon erős koncepció volt eredetileg náluk, hogy minden ezeknek az eszközöknek a fényében jelenik meg valahogy, vagy felületén, vagy fényében, vagy ilyesmi. Nagyon sok olyan kép van, még monitort ábrázol, vagy egy monitoron megjelenő képek kezdenek el megmozdulni, illetve hogy az élő személyek is, azok is csak tükröződnek, vagy legalábbis egy-egy ilyen eszköz megvilágításában látszanak, és igen, és így mosság, és összem is a patakban a véres lepedőt. Nem tudom, nekem igen, hát egy kicsikét, te mit gondolsz Ágnes asszonyról? Nem passzol neked vele, vagy? De, nekem passzol meg. Szerintem ez egy nagyon jó és nagyon erős befejezés volt így a végére. Ezzel az elhalkuló, alámondott szöveggel és ezzel az animált dologgal, igazság szerint. De és szerepet cseréltünk. Hát én nekem valamilyen szinten inkább a kultúrák összemosodását is jelentette, de lehet, hogy belemagyarázás, nem tudom, én nekem ez jött le egy kicsit belőle. Igen, nekem is ez volt az első gondolatom, hogy arról szól ez, vagy hát nem szól, de mondjuk az van a fókuszban, hogy kínai vonatkozásai vannak, és egy magyar versért lelkesedik annyira, hogy ezen dolgozik hónapokat. Tehát, hogy így ez egy ilyen... Bocsánat, ennek szerintem több szintje van. Ez ellenmondás egyébként? Nem, ennek több szintje van, tehát egyrészt van egy olyan szintje,
amit most mond az Adri, hogy milyen vicces az, amikor egy most itt a saját kisfiúmra fog utalni, amikor egy ilyen vágott szemű kisfiú kristálytiszta magyarsággal énekeli a nem is tudom, hogy mit, a valami magyar névdalt, vagy a kis karácsonyt, vagy ilyeneket. Tehát, hogy ez így önmagában ez a kép, ez nekünk ilyen meglepő. Valószínűleg egy olyan országban, ahol a város 15%-a bevándorló, ez egyetlenül nem lenne meglepő, meg ilyen relatív. Számunkra az, de hát ezek a filmek nekünk készülnek, úgyhogy tök jó betalál. Úgyhogy ugyanez a helyzet egyrészt Ágnes asszonnyal, bár nyilván finomabban. Másrészt pedig azt hiszem, hogy hát a most a Lilinek mennyire van, vagy mennyire láttak a Lilibe bele egy ilyen érzékeny és az élet nagy kérdésein gondolkodó személyiséget a rendezők, ezt nem tudom, de szerintem ez a másik síkra. Bocsánat, közbeszólhatok, nem bírom ki. Igen, azt szerettem volna, hogy a közönség... Nem, nem kell mikrofon. Nem. Tehát a Ágnes asszonynak ugye az egy skizofrén nő, el van vágva a haja, az arca, és azért az Orsinak tök igaza volt, hogy azt mondja, hogy hangsúlyosan ott azzal fejeződik be a film, hogy a Lili arcát mutatják az Ágnes után. Engem az érdekelne, ami nem tudom a választ, hogy ez a mosás, meg a bűnnel való kapcsolat, mert az biztos, hogy Lili is kettős figura ilyen szempontból, amit elmesél nekünk a film, de hogy jelentkezik ez a... Ez nem kérdés, csak egy komment, hogy szerintem allegória az Ágnes asszonyat a filmben Lilinek valami szép. Hát kezdődik a film, és abban... Igen, tehát nem lehet eltekinteni ettől, hogy... És szerintem a Lili az egy magyar csaj, tehát erről ne feledkezzünk el. Külsőre lehet, hogy elsőre nehéz fölfogni, hogy miért beszél így jól, ilyen jól, minden, de ő egy magyar identitással rendelkező, és ilyen szempontból nem csoda, hogy az Ágnes asszonyra rákattant, mert azt tanulta. Nem kell, közel vagyok a kamerához. De szóval, hogy ami nekem még, tehát hogy így a kínaiaságnak, vagy ez nem konkrétan kínai, tehát nyilván tudom, az anime, az ugye japán gyökerekkel van, de hogy az összes olyan ilyen mediális sajátosság, ami a Lili életében megjelenik, plusz a tetoválások is, tehát hogy azt érzem, meg ahogy elutaznak a papájával, hogy az a fajta, tehát a tradicionális kínai kultúra az nem áll hozzá közel, és sőt, tehát, hogy idegenkedik tőle, de valójában így a saját életében, ami így becsatornázódik, az valahogy mégiscsak onnan jön, nem direkt módon, de hogy megtalálja a kortárs kínaiságot itthon is, mint hogyha tovább vinni ezt a hagyományt. Tehát, hogy az összes kütyű, meg nem tudom, amivel dolgozik, az is ilyen tök érdekes, hogy ezért nem minden magyar lánynak van meg az a lehetősége, aki animációval foglalkozik, vagy rajzol, hogy ilyen cuccokkal mahináljon, de hogy neki mégis ott van ez az eszköz, és hogy ez tök érdekes, hogy, tehát, hogy nekem itt nagyon nem egy tipikus európai művész, vagy zsigeri szinten benne van. Hogy egyfelől nem ismeri annyira a saját kultúráját, vagy idegenkedik tőle ugye az ételek esetében is, másfelől viszont zsigeri szinten így ösztönből jön belőle valami, ami nagyon erős van. Valakinek esetleg így a közönségből itt maradott akkor kérdés, óhajsúhaj? Bocsi, szerintem ez nem zsigeri szint, az apukája vett neki egy csomó cuccot, amit el tud dolgozni. De nem csak azt, hogy az, ahogyan meg amit alkot, az szerintem nem feltétlenül az apukája számára. Hogy így mert az eszköz az nyilván, az egy külső hatásra jön, de maga az, amit alkot, meg ahogyan azt megalkotja, hogy a rajzok, azoknak a típusai, az már egy önmaga által választott dolog. Tehát festetlen tárképeket is teszem azt. De nem, ő az animét választotta gyakorlatilag. Nem, jó, itt nagyon húzzák a szájukat a kamera mögött, animációt, így jó, igen. Valakinek esetleg? Bátran. Hát én akkor, ha nem probléma, lezárnám ezt az estét, és szeretném megköszönni az aktív részvételt és a válaszokat, és ezt mindenkinek ugyanúgy a közönség során.